Tanévnyitó istentiszteletet tartottak Bács-Feketehegyen, a helyi általános iskola diákjai, szüleik és tanárai kíséretében idén is nagy számban vettek részt az eseményen. Az istentisztelet célja, hogy a gyerekek megismerjék azt, ami évtizedekkel ezelőtt egy teljesen elfogadott dolog volt, a templomlátogatás. 14. alkalommal volt Kukorica Fesztivál Tordán a Bánátban, rég nem tapasztalt osztály miatti terméskiesés nehezítette a szervezők dolgát, de a rendezvényt végül kevesebb programmal ugyan, de megtartották. A tordai határban egyébként lassan a végéhez ér a kukorica betakarítása, a 4,5 ezer hektárnyi területnek a felén vetettek idén tengerit. Nem csökken a migrációs nyomás Vajdaságban, Zomborba, Szabadkára és Horgosra is folyamatosan érkeznek a bevándorlók újabb csoportjai. A helyiek szerint, amíg a taxisok szabadon fuvarozhatják a migránsokat, addig a helyzet nem fordul jobbra. Horgoson térfigyelő kamerákat helyeztek el az illetékesek. Tejautomatát helyeztek ki az újvidéki Limáni piac bejáratához. Friss kecske és tehéntejet lehet belőle vásárolni. A tehéntej literje 150 dinárba kerül, egy liter kecsketejért pedig 200 dinár kell fizetni. Az újvidékiek örülnek az újdonságnak. Az első naptól kezdve nagy volt a kereslet a friss tej iránt. A hidegfronttal együtt az első hó is megérkezett Szerbiában, a Kopaunik hegység ma reggelre fehérbe borult, nálunk azért még nem kell havazásra készülni, Vajdaságban az előttünk álló napokban napos, gomoly felhős időre számíthatunk, szorványosan alakulhatnak ki záporok, néhol zivatarok, többfelé viharos széllökések is előfordulhatnak.